A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntjük a televízió nézőket, újra Fogas kérdések itt a Fejvár Televízióban, és újra vendég a megszokott, állandó és nagyon kedves vendégünk, dr. Csulak Fuzsina. Szép jó napot kívánok! Nem győztem egy hónappal ezelőtt dicsérgetni a hallgatóinkat, nézőinket, hogy mennyi kérdést kapunk, hát nagyon szépen köszönjük. Újfent megteszem, újfent megköszönöm, és újfent biztatnék is mindenkit, hogy írjanak, kérdezzenek különböző csatornákon. Ugye egy hónappal ezelőtt már említettük, hogy a Vörösmarty Rádióban is csütörtökönként délután az Orvos Válaszol című rovatunk a Várfogdentál támogatásával jelentkezik. Itt is lehet kérdezni, ide is lehet írni, vagy a Fejvár Televízió elérhetőségeire. Úgyhogy Fogas Kérdések című magazin műsorunkat most is Fogas Kérdésekkel kezdjük. És adáson kívül én említettem, hogy egy hosszú kérdés lesz. Visszatérhetünk majd részleteiben is rá, de akkor én felolvasom az egészet, és akkor a doktornő pedig akkor reagál. Úgy kezdődik egyébként, hogy tisztelt doktornő és doktor úr, ugye mosolyogtunk ezen, hogy talán én lennék a doktor úr, de nem hiszem. 36 éves vagyok. Kb. 15 éve vettem észre először, hogy az ínyem egy-két fogamnál elkezdett visszahúzódni. Azóta sokat romlott a helyzet, pár hete már a két felső metsző fogamnál is észrevettem, szinte már minden fogamat érinti. Zárójelbe írja, hogy sokáig küzdöttem fogínyvérzéssel, valószínűleg belgyógyászati okok is rásegítettek, de egy éve alapos ínyalatti tisztítást, fogkőeltávolítást, fertőtlenítést csinálta a fogorvosom, ami után a fogínyvérzés teljesen megszűnt, a mai napig sem tért vissza. És akkor a kérdés, meg lehet-e állítani, vagy lassítani ezt a folyamatot valamivel? Igyekszem nem túl erősen mosni a fogaimat, általában körkörös mozdulatokat, és az íntől távolodó sepregetést is csinálom, de csak romlik a helyzet, mármint, hogy fogy az íny. További kérdésem, hogy milyen fogmosási technika lenne számomra a legelőnyösebb, illetve az elektromos fogkefe választásánál a körkörösen mozgófejű, vagy az oldalirányú mozgás végző lenne jobb, vagy esetleg ennek nincs különösebb jelentősége az íny problémára vonatkozóan. Tóth Zsuzsanna írta nekünk. Kedves Zsuzsa, köszönjük szépen. Nem tudom, hogy jó hosszú volt. Képben vagyok, megvan. Érte? Okay. Igen. Ugye az, hogy 15 éve tartó problémát ugye tavaly kezdték el kezelni, ott ugye már elég sok idő elment, és ott már jelentősen romlott az állapot. És ott általában, amikor ínyvérzés van, akkor az ínygyulladással egy ilyen ínypuffadás jár, tehát hogy inkább ott úgymond nagyobb az íny tömege, és amikor ez a gyulladás megszűnik, akkor látszik, ez visszahúzódik az íny, mert ez a gyulladás megszűnik. De az ínyünk az többnyire csak gyulladás miatt vérezhet? Nem, hát nyilván sérülés miatt is vérezhet, de hogyha ugye itt kellett csinálni ezt a mély tisztítást, amit megcsináltak, az egy teljesen tökéletes dolog, azt meg is kellett csinálni. Ott én annyit egészítenék ki, hogy ott azért egy ilyen fogágy betegségnél az utógondozás az nagyon fontos. Uh-huh. Tehát az, hogy hosszú távon egészséges maradjon, vagy vérzés nélkül maradjon az állapot, ahhoz a rendszeres kontroll az szükséges, mert egyrészt vissza kell ellenőrizni a tisztítást, annak a minőségét. Ja, tehát az, ami egyszer megvolt, és az akkor... Sajnos az ilyen fogágybetegségeknek ez a legnagyobb hátránya, amitől leginkább szenvednek utána a páciensek, hogy rendszeresen kontrollálni kell, rendszeresen vissza kell járni, rendszeresen akár röntgeneket is készíteni kell, mert itt általában az íny veszteség mellett csontveszteség is van. Tehát visszahúzódik nem csak az íny, hanem a fogakat tartó csont is. Az tökéletes, hogy ezt a mély tisztítást megcsinálták, viszont aki fogágy érintett, ott nem elegendő az évi egy fogászati kontroll vagy tisztítás, hanem ott attól függ, hogy milyen súlyosságú a probléma, 3-6 havonta mindenképp vissza kell menni, és ha nincs is már akár íny alatti probléma, akkor is az íny fölötti fogfelszíneket professzionális tisztítással meg kell csinálni.
a fogmosás, a folyamatot azt így lehet lassítani, hogy egyrészt... Igen, mert ez a kérdés, hogy meg lehet-e állítani ezt a fogíny sorvadást ez, vagy... Az a rossz hírem van, hogy idővel sajnos mindenkinek valamennyit, tehát hogy ez a korral is jár, aha, viszont itt van egy alap probléma, ami nagyon sokáig ezek szerint kezeletlen volt. Tehát most ő ezzel, hogy elment és elkezdte kezeltetni, nagyon sokat tett azért, hogy ez ne legyen rosszabb. Aha. Viszont a kontroll, tehát hogy mondjuk egy évvel ezelőtt ez megtörtént, akkor az már abszolút esedékes lenne, és ilyenkor a legminimálisabb, ha csak egy minimális fogkő van, amit lehet akár ő nem is lát, mert mondjuk nyelv felől van, azt is el kell távolítani. Tehát, hogy azt még teheti, hogy ezt lassítsa. A fogmosásnál pedig, ahogy tisztítja a fogait, az egy teljesen egészséges szájú, minden foggal rendelkező páciensnél tökéletes, viszont ott, ahol már van egy fogágy probléma, ott sokkal jobban oda kell figyelni a megnyílt fogközökre, ami azt jelenti, hogy ahogy visszahúzódik az íny meg a csont, a fogak között ilyen kis háromszög alakú rések lesznek láthatóak, amiket sima fogkefével, vagy akár elektronos fogkefével, bármennyire reklámozzák is, nem lehet kitisztítani. Tehát a fogköztisztító keféket kell alkalmazni, aminek különböző méretei vannak, ami attól függ, hogy milyen méretűt kell használni. Aha. Olyat kell beszerezni, ezt akár dentálhigiénikus is meg tudja mutatni, meg tudja tanítani. Ezekre a fogköztisztító kefékre lehet különböző klorhexidin tartalmú zseléket alkalmazni, és szájöblítővel kiegészíteni a fogmosást. Az, hogy maga a fogkefe milyen, ott mindenképp egy ilyen íny visszahúzódásnál a puha, soft vagy szuper soft fogkeféket javasoljuk. Ez lehet kézi is, hogyha megfelelő a kézügyessége a páciensnek, kiegészítve a fogköztisztító kis kefékkel és szájöblítése, de lehet elektromos fogkefe is. Ott is mindenképp a szuper soft fej, illetve olyan elektromos fogkefe, amiben van nyomáskontroll, és be lehet állítani akár azt, hogy az ínyt hogy masszírozza, vagy hogy szenzitív legyen maga a mozgás. Uh-huh. Köszönjük szépen a kérdést, és akkor ha már ennyit beszélgettünk a fogmosásról, szabályos fogmosás, milyen fogkefe is egyáltalán, akkor most újra ellátogatunk a Várfog Dentál rendelőjébe, és megnézzük, és kapunk instrukciókat, jó tanácsokat, és gyakorlati alapon is megnézzük, hogy mi a helyes fogmosás folyamata, és utána pedig visszatérünk, és válaszolunk a további kérdésekre, úgyhogy mindenkit bíztatok, menjünk, mossunk fogat! Azért vagyunk most itt a rendelőben, a Fannival, mert megmutatjuk, hogy milyen eszközökkel kell egy ragasztott fogszabályzó készüléket tisztítani. Összeállítottunk egy ilyen kis pakkot, amit minden ragasztás után javasolunk a pácienseknek. Ebbe főleg manuális kefék vannak, illetve azok, de egyébként az elektromos fogkefével is meg lehet oldani egyes részeket. Egyrészt van itt nekünk egy fogszabályozó tisztító fogkefe, ez egy, igazából a márkája, ez nagyjából mindegy, ez egy jó minőségű puha sörtéi fogkefe, ezzel végezzük az első lépését a fogmosásnak, Fanninál, illetve minden páciensnél. Itt az a jó, hogy nem tudom mennyire látszik, hogy a fogkefének a középső részén a sörték rövidebbek, mint a szélén, és ezért ráfektette a fogszabályozó készülékre, ez egyszer éri el a fogakat, illetve magát a kis fogszabályozó breketteket. Ugye ez lesz akkor az első kefe, amit használni fogunk. A második az egy úgynevezett egycsomós sört és fogkefe. Ennek az a tulajdonsága, hogy nagyon jól behelyezhető ilyen pici helyekre, tehát az utolsó fogra ragasztott breketteket szépen körbe lehet pucolni vele, ezt majd megmutatom, illetve a fogszabályzó ív, ami végigfut a fogszabályzó brekettekbe, az alá is be lehet vele nyúlni, ez lesz a második. És akkor a végén lehet, hogy már ez ismerős egyébként nem csak fogszabisoknak, hanem fogszabályzó nélküli pácienseknek is van úgynevezett fogköztisztító kefénk. Ehhez van ilyen kis utazó kupak is. Ez különböző méretű kefék, amit egyrészt a fogközökbe lehet bevezetni, illetve kell, ezt is megmutatom.
valamint a nagyobb méretűeket pedig a fogszabályozó elemeknek a tisztítására tudjuk használni. Ezek nagyon szuper, meg lehet őket hajlítani, majd mindjárt megmutatom azt is, illetve ingyulladásnál például szoktunk javasolni olyat, hogy egy ilyen kis íny gyógyító gélt még helyezzünk rá erre a fogköztisztító kefére. Most ezeket itt végig fogom mutogatni a Fanninál. Először behelyezünk egy ilyen kis szájterpeszt, hogy jobban látszódjon az egész fogszabályzó. Most beteszünk akkor egy szájterpeszt Fannikának, és léci. Azért, hogy jobban látszódjon, hogy hogyan tisztítjuk a fogait. Jó, lazítsen, licsős. Nem kell feszítened. Picit a behelyezés, ez kellemetlen, de utána nem fog feszíteni. Jó, oké, és köszi. Állítunk egy kis fényt. És akkor elkezdjük az első fogkefével, ez az alaptisztítás igazából. Ez ugyanúgy történik, mint a fogszabi nélküli fogmosásnál, teszünk rá egy borsónyi kis fogkrémet a fogkefére, és elkezdjük a tisztítást. Először én javaslom egyébként a bracketeket megmosni ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy körkörös mozdulatokkal egy picit egy ilyen 45 fokba ráhelyezzük a fogszabályzóra, és egy picit az ínyre a fogkefét. Itt lehet talán látni, hogy a hosszabb sörték hozzáérnek a fogakhoz, a rövid pedig ugye magához a fogszabályzóhoz. És akkor ami lényeg, hogy körkörös mozdulatokkal tisztítjuk ugye magát a készüléket, illetve a fogakat. Most ugye fogkrémet nem tettünk rá, úgyhogy csak a mozdulatot mutatom. Ezt ugye végig csináljuk, befordítjuk. Fontos, hogy minden fog, minden felszínét meg kell tisztítani, ezért kellenek ugye majd a plusz eszközök. Hogyha belülre megyünk, akkor így kell fordítani a fogkefét, ez megint csak fogszabályzó nélküli pácienseknek is hasznos, hogy a nyelv környéki, vagy hát a nyelv melletti fog felszíneket is meg tudjuk tisztítani. Ez nagyon sokszor kimarad. Egyébként is itt ez a terület, ez az alsó fogaknak a nyelv feleli része az, ahol a leggyakrabban képződik a fogkő, úgyhogy ezt úgy tudjuk legjobban megelőzni, hogyha alaposan megtisztítjuk ezt a területet. Tehát ugye ezt ilyen kis felle mozdulattal szépen végigmossuk, most nem mosom végig, és akkor ahol egyedül, ahol lehet sikálni, nyugodtan az a rágó felszín, tehát ez a fogaknak a teteje. Azt így nyugodtan, bátran, sikáló mozdulatokkal végig sikáljuk. Jó, alul felül. Fölül ugyanez a szisztéma, megfogjuk, rárakjuk a fogkefét, ugye látjuk, hogy a sörték félig a fogszabin vannak, félig az ínyen, körkörös mozdulatokkal végig tisztítjuk. Itt ugye Fanninál van egy plusz elem, egy ilyen rugó, nyitjuk a helyet a szemfogának ezzel a kis tolórugóval, ezt majd külön kell megtisztítanunk, de nyilván végig fogunk menni a fogkefével is. Ugye ez az első tisztításunk, most végig imitáljuk itt a fogmosást, jó, utána megfordítjuk belülről a szájpadlás felőli felszínre, és nyilván ezt sokkal alaposabban és több ideig, és utána pedig súroló mozdulatokkal végig mehetünk a rágó felszínen. Ugye ez az alap fogmosás, ami jó esetben 2 percig tart. Akkor az egycsomós sört és fogkefével fogjuk folytatni. Ez azért jó, mert azok a felszínek, amik mondjuk például közel vannak az ínyhez, tehát a bracket és az íny között egy kisebb felszín van, ott tudjuk jól megtisztítani a fogfelszínt ezzel a kefével. Ez egy puha sörtéjű kefe, nem bántja az ínyt, nyugodtan lehet vele körkörös mozdulatokkal tisztítani a fogfelszínt. Illetve, amire még hasznos, az az, hogy mivel be van hajlítva így a nyele, ezért hátra ugye az utolsó fogszabályzó elemre is rá lehet fektetni, és szépen körbe lehet tisztítani az elemet magát, illetve a fogat is. Ezzel be lehet még nyúlni a fogközökbe is, alulról is, felülről is, de erre fogok mutatni egy fogköztisztító kefét. Ezt a kefét tudjuk használni itt a rugós elemnél, ugyanis itt a nagyfejű fogkefe nem fér ide teljesen, tehát ezzel a kefével a rugó alá be tudunk menni, be tudunk sikálni alulról, fölülről, és meg tudjuk mosni azt a fogat is, ami itt a rugó alatt van. Előfordul azért most, nyilván a Fanninál szép tiszta a készülék, de azért előfordul, hogy itt a rugóra ráragad ételmaradék, lepedék. Ezzel a kis kefével szépen végig lehet sikálni magát a rugót is,
is, azért ez sokszor előfordul, hogy használunk ilyen plusz elemeket, úgyhogy ezzel nyugodtan, ez puha sörté, nem teszünk kárt a fogszabályzó készülékben vele. Az utolsó az a fogköztisztító kefe lesz, erre mondtam, hogy lehet esetleg egy íny gyulladás csökkentő gélt is használni. Most csak megmutatom a használatát, ez azért jó, mert lehet hajlítani a végét, tehát be tudunk érni vele így hajlított állapotba az ív alatt, az utolsó fognál is, és végig tudjuk tisztítani magát az ívet és az ív alatt a fogat. Különböző méretűek, tehát hogyha esetleg van egy nagyobb fogköz, vagy egy nagyobb terület, amit ki kell tisztítani, akkor egészen ilyen óriási nagy kefékkel is tudunk dolgozni. Ezt nem fogjuk használni a Fanninál, mert neki ez nem szükséges. Amit még viszont lehet fogszabi nélküli pácienseknek is, az a legkisebb, a legvékonyabb, ahol a zárt, úgynevezett zárt fogközökbe, tehát az egymás mellett elhelyezkedő fogaknál lehet ezt a fogköztisztító kefét használni, kiegészítve a fogmosást. Most fogszabi mellett fogom megmutatni, de ennek annyi a lényege, hogy itt a fogközökbe, be tudnám tenni, igen, tehát a fogközökbe így be tudjuk vezetni, mocsi Fanni, nem fáj? Nem tudjuk bevezetni, mocsi. Itt be tudjuk. Ezt majd ki lehet vágni. A fogközökbe be tudjuk vezetni ezt a kis kefét. Ilyenkor, hogyha vérzik az ínyünk, mint ahogy például most a Fanninál is egy picit vérzik, attól ne ijedjünk meg, ez csak annak a jele, hogy maradt egy kis lepedék az utolsó fogmosásaink után, és ezért egy picit gyulladás alatt van az íny. Hogyha folytatjuk a tisztítást, illetve használunk egy szájöblítőt is, akkor ezt a gyulladást meg tudjuk szüntetni. Fogszabályzó kezelés alatt sajnos előfordul, hogy ugye ennyire pontosan és precízen nem tudják megtisztítani a páciensek a fogat, illetve a fogszabályzót, és olyankor bizony vannak olyan területek, amik gyulladásba kerülnek. Ilyenkor mindig megmutatjuk ezeket a kis fogköztisztító keféket, illetve szájöblítőt javasolunk. Miután mindenkinek tiszták lettek a fogai, újra mindenkit szeretettel köszöntünk a televízió stúdiójából, és folytatjuk tovább, hiszen vannak még kérdéseink, dr. Csulak Fruzsinával beszélgetünk még, és akkor jöjjön egy következő kérdés. A kérdés pedig úgy hangzik. Tisztelt doktornő, 4 napja volt gyökérkezelésem, hát gondolom ez most már jóval korábban történt, akkor azt mondta a fogorvos, hogy nincs nagy gyulladás, szépen kezelhető a fog. Tegnap azonban el kellett mennem, hogy újra kitisztítsa, mert lüktetett, illetve érintésre fájdalommal reagált. Újra kitisztították, és mondta az orvos, hogy az egyik csatorna még gyulladásban volt, ezt majd tisztázzuk le, mi az a csatorna, ez a Fehérvár Televízió csatornája. Újra ideiglenes gyógyszeres tömés, azonban nyomási érzékenység kevésbé ugyan, de még ugyanúgy fennáll. Illetve néha zsibbasztó, vérbőséget érzek az adott fog területén, mintha csak az ínyem lenne megvágva. Kérdezi, hogy ez normális reakció? Azon az oldalon természetesen nem rágok, és reménykedem, hogy ez csak a gyógyulás folyamata, de még soha nem volt gyökérkezelt fogam, ezért kíváncsi vagyok a véleményére.
Hát a gyökérkezelés az maga, a folyamat is nem egy túl kellemes történet. Az, hogy nincsen annyira begyulladva, ez, én azt gondolom, hogy a röntgenfelvétel alapján azt mondhatta a fogorvosa a páciensnek, hogy nem alakult ki egy nagyméretű ciszta, hanem még mondjuk időben vannak. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelő tisztítással, gyökérkezeléssel megtartható a fog. Viszont ettől függetlenül maga a fogcsatornák, ugye ez attól függ, hogy milyen fog többféle csatornája van, több, az előső fogaknak általában egy gyökere van, de attól lehet benne több gyökércsatorna. Ez tulajdonképpen a beidegzését jelenti a fognak, hogy honnan, hány oldalról jönnek be a kis erek, illetve az idegek, amik az érzést. Tehát hogy van becsatornázva a fogunk, igen, az énünkbe gyakorlatilag? Igen, meg a csontba, igen, meg az egész szervezetünkbe. És ugye ezeket a csatornákat kell ugye felkeresni a fogorvosnak. Most, hogyha például maga a foggyökér körül nem volt nagy ciszta, attól még mondjuk három csatornából lehet, hogy egy úgy be volt gyulladva, hogy éppen egy fogbélgyulladás volt folyamatban, és akár lehet, hogy mondjuk vérzett a beavatkozás során maga a foggyökér kezelésnél ez a terület, ezt a páciens nem vette észre, mert nyilván ő ezt nem látta, és esetleg előfordulhatott, hogy ezt a vérzést, illetve ezt az aktív gyulladásos folyamatot érezte utána, hogy egy kicsit így még lüktetett, illetve érzékeny volt, és ráharapásra való érzékenység, az pedig attól függetlenül, hogy nagy röntgen jelen nem volt ennek a folyamatnak, még azért a gyökér körüli folyamatot azt érezteti. Tehát ez még simán benne van abban, hogy ez még, ahogy ő is mondta, hogy a gyógyulási folyamat, ez még abszolút benne van. Tehát sajnos ez egy üléssel általában. Tehát az egygyökerű fogaknál simán meg lehet oldani egy ülésbe, az egyszerűbb. Tágcsatornájuk van, egyből meg lehet találni, könnyen fel lehet tágítani, tisztítani, fertőtleníteni, viszont egy hátsó fognál, ahol több csatorna fordul elő, ott még keresgélni kell, tisztítani, tágítani, fertőtleníteni, az még idő. Köszönjük szépen a kérdést, köszönjük szépen a választ, és hát mivel ugye nem olyan régen a fogmosás volt a kérdés, és meg is mutattuk, hogy mi a helyes fogmosás, hát jöjjön a zuhanyzás, és most nem a frissítő zuhanyzásra gondolok, hanem jött egy ilyen kérdés, amit először megmondom őszintén, azt hittem, hogy valami vicc. Nem, azt hittem, valaki viccelődik, de aztán... Szerencsére olyan tájékozottak a páciensek, hogy tudják, mi az, igen, a tájzuhany. És ebből is kiderült, hogy én magam tájékoztatásra szorulok. Tisztelt doktornő, a szájzuhany használata milyen gyakorisággal ajánlott? Itt gondoltam arra, hogy ez valami vicc, de aztán folytatódik tovább, mivel hatékonyabb a fogsejemnél, és kiváltja-e annak használatát, köszönettel Nagy Tímea. Tímea a kérdése, tehát milyen gyakorisággal, és kiváltja-e a fogsejemet a zuhany? A szájzuhanyt ugye úgy szokták reklámozni a cégek, hogy ez a fogközök tisztítására alkalmas, és úgymond sokkal egyszerűbb, mint a minden egyes fogközben behúzkodom a fogsejmet, akkor nem tudom behúzni, mert szoros, betépem, megsértem vele az ínyemet, van, ahol nem tudom bevinni a fogsejmet, tehát van, ahol szélesebbek a fogközök, oda fogközt tisztítok el, és hogy ez egy egyszerűbb dolog. A szájzuhany az tulajdonképpen azt csinálja, hogy akár sima vizet, vagy bármilyen szájvizet, akár terápiás szájvizet, egy nagyobb nyomású vízsugárral belő tulajdonképpen a fogközökbe, és ezzel mechanikusan eltávolítja onnan a lepedéket, ételmaradékot, stb. De ez otthon házilag is tudjuk gyakorolni, tehát hogy a szájzuhany... Persze, ez otthoni dolog, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy bármilyen elektromos fogkefét vesz, akkor annak a fogkefe márkának van megfelelő szájzuhanya, és ezt meg lehet venni, és otthon tudja használni. Én sokkal jobban szeretem és jobban ajánlom, mert alaposabb a fogsejmezés, illetve a fogköztisztító kefével a fogtisztítás, mert itt ugye a mechanikus dologról van szó, hogy dörzsöléssel onnan eltávolítsuk valóban a lepedéket. Viszont a szájzuhanyt nagyon jól lehet használni nehezen elérhető helyekre, illetve akár egy hídpótlásnál, vagy egy fogszabályzó tisztításnál. Tehát, hogyha
Ha teljesen épp fogazata van, minden foga egyenes és könnyen tud fogsejmezni, akkor sajnos a fogsejem az, ami a jobbik megoldás. Illetve én úgy szoktam ezt javasolni, hogy esténként, amikor picit több ideje van az embernek, nyilván nem reggel, amikor rohan, elaludt, gyerekeket készít össze, és a többi dugó van, ilyesmi, akkor nem, akkor a fogmosás, viszont esténként, ha egy kicsit több időt rászánunk, akkor a fogmosás után ezeket a fogköztisztításokat meg lehet csinálni, tehát esténként érdemes, a heti háromszor megcsinálja valaki, már az is tök jó. Az tök jó. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a kérdéseket. Újra és újfent biztatnék mindenkit, nyugodtan kérdezzenek, bátran. Talán ezek a kérdések bátorítják a többieket is, akik figyelnek bennünket, hogy nyugodtan lehet kérdezni, ahogy azt szokták mondani, és ebben megállapodhatunk, hogy rossz kérdés nincs. Tehát nem, és ezek abszolút nagyon jó kérdések. Igen, köszönjük szépen. Kedves doktornő, köszönöm szépen a mai beszélgetést. Köszönöm én is. A televízió nézőknek köszönjük szépen, hogy itt voltak, és akkor egy hónap múlva újra fogás kérdések. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.